2011. Ugye megint visszamegyünk az időbe. Gyöngyöspata. Mm-hmm. És ha bele gondoltok, hogyha visszaemlékeztek, volt ott egy Véderő nevű szervezet, aki kiképző tábort, önvédelmi tábort szerveztek a faluba Gyöngyöspatára. És akkor volt az, hogy 300 család, többségében roma család annyira félt, hogy elköltöztek, ez április, 2011 áprilisát. És elköltöztek a Vöröskereszt segítségével, többségével Csillebércre, ide-oda, mert féltek. És akkor a közigazgatási minisztériumnak a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára volt Balogh Zoltán, aki kiállt Csillebércre és azt mondta, hogy szervezett húsvéti kirándulásra jöttek a romák. Emlékeztek erre? Hát akkor is, hogy kiállt már a védtelenek, a veszélyeztetettek, a bajban lévők mellett. Akkor is egyházi ember volt, és államtitkár, és kiállt, és annyira emlékszem, ott a Csillebérci tábor előtt a látogatás után szaladtunk utána riporterek, vagy szaladtak sokan, és fenyegetőzött, hogy feljelentést tesz, mert rémhírterjesztés, uszítás, meg nem tudom, mint hogy itt valami félelem lenne az országban, és a romák félnének, szervezett húsvéti kirándulásra jöttek. És snitt, és ott sírnak az asszonyok, hogy félünk otthon, féltem a gyerekeimet, elhoztam mind a kettőt, mind a hármat. Na ez is Balogh Zoltán volt. Sőt,